Hazánkban széles körben elterjedt szokása a kerti hulladékok és az avar égetése. Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és az emberi egészségre. 100 kg avar, fűnyesedék és gaj elégetése során akár 5-7 kg szénmonoxid is a levegőbe kerülhet, ami azonnal fejfájást, émegést, de akár látás és hallás csökkenést is okozhat. A hatályos jogszabályok értelmében a kerti hulladék égetése Magyarországon tilos. Ez alól az önkormányzat helyi rendelete adhat felmentést, az abban meghatározott módon és feltételek mentén, körülmények figyelembevételével. Tehát ha valaki ilyen tevékenységet szeretne folytatni, mindenképpen érdeklődjön az önkormányzat felől, hogy van-e ilyen rendelet, és azban milyen feltételek vannak. Aztán, ha mennyiben ez engedélyezett, a további tűzvédelmi szabályok betartása Fontos, amelyekre szeretnénk felhívni a figyelmet. A legfontosabb szabály, hogy csak olyan tüzet gyújtsunk, amit ellenőrzésünk alatt tudunk tartani. Ha például feltámad a szél, fontos, hogy legyen kéznél oltóanyag, amivel el tudjuk oltani a tüzet. Bizonyos esetekben pedig a tervezett tűzgyújtást a katasztrófavédelemhez is be kell jelenteni. Ez külterületen lehetséges, tehát külterületen tervezett és előttött nappal az illetékes katasztrófa hatóság, tehát a megyei katasztrófavédelem. Védelmi Igazgatóságra kell bejelentést tenni. A katasztrófám honlapján elérhető az ezzel kapcsolatos nyomtatványos dokumentum. A katasztrófavédelem két fő profilja a műszaki mentés és a tűzoltás. Utóbbinál a szabadtéri tüzek aránya meghaladja az 50 ot bár a korábbi évekhez képest kevesebb ilyennel találkoznak a szakemberek. Ezek kiterjedése is egyre kisebb. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság készítette egy tűzvédelmi tesztet, ahol bárki ellenőrizheti a tudását. Ennek célja az is, hogy az állampolgárok megbízható forrásból tovább bővíthessék tudásukat. A tizedik teszt kérdései a téri szabadtéri tűzesetek megelőzésére, a szabályos kinti égetésre, az éghető folyadékok tárolásával, a dohányzással kapcsolatos tűzvédelmi ismeretekre irányulnak.